Samsung fanboy. Megesik. Srácok, úristen! Ha az Apple csinálta volna, én már így rohannék a legközelebbi Apple Store-ba és venném meg. De sajnos nem. Samsung Galaxy S10, illetve S10 Plus, illetve Samsung Galaxy Fold. Brutális teljesítmény, durván jó árak, média meg. Na, promóciót félretéve, tehát Samsung Galaxy S10 6,1 hüvelyk és egy darab kamera került az elejére. Az S10 Plus pedig 6,4 hüvelyk és 2 darab kamera került az elejére. Ez 3040x1440 pixeles, HDR 10 Plus támogatottság és Infinity Display. Dinamikus AMOLED kijelző van ugyanis rajta. Aztán a Samsung direkt olyan háttereket választott, hogy a kamera pupot, azt a kis kört ott igen ott a jobb sarokba eltüntesse. A plejkák igazak voltak, miszerint a készülék hátoldalán 3 darab kamera lesz, ebből van egy telefotó objektíves, egy széles látószögű, illetve egy normális. Ez brutális, és meghagyták a pulzusmérőt is, és még jól is van eligazítva. Amin én kiégtem, az a úgymond vezeték nélküli töltés, hogy egymásnak átadják a telefonok az áramot. Ez szerintem ez fantasztikus, mert iskolában vagy bárhol munkahelyen, hogyha valaki kér tőled áramot, akkor csak összeteszitek a telódat, és már is kapsz áramot. Amúgy a kamerákra visszatérve 12 megapixeles f2.4-es telefotó AF voice objektív található benne, illetve egy 12 megapixeles f1.5 f2.4, tehát választható a rekeszérték is, ha valaki sötétbe szeretne fotózni, dual pixel. Aztán, ami még brutális, akár másfél terabájt tárhelyet beszélek vajciával. Tehát másfél terabájt tárhelyre fel tudod bővíteni. Exynos 9820-as rendszer, 8 nanométeres chippel, 8 giga RAM, és a választható az ugyebár 128 és 512 gigabájtos a két modell közül. Aztán S10 Plus Performance Edition. Kerámia ház, 12 giga RAM és 1 terabájt tárhely, de még tudod ezt bővíteni, még 512-es SSD-vel, de ugye mi az Isten az? MicroSD kártyával, igen. A Samsung Galaxy S10 az 3400 mAh-sak sít kapott, az S10 Plus pedig 4100 mAh, brutális üzemidő. Utána lényeg, hát beleiktatták az új lenyomatolvasót a kijelzőbe. Jó, már megcsinált ezt az Oppo meg a Navon, tehát de totál más módszerrel, tehát a fény visszaverődést nézi, és nem pedig szó szerint az új adat. Beszéljünk egy kicsit az Earbuds-ról. Ugyebár a Samsung Unpacked eseményen bemutatták a két Earbuds-ot, aki ismeri az AirPods-ot, az fogja tudni, hogy ez mi, de biztos fogja tudni. Különböző színekben van. Ugyanolyan töltődok, és felismerik egymást a telefonok. A Samsung elindult egy ilyen Apple-ös ökoszisztémás részen, ami szerintem nagyon jó dolog, és hosszú távon ez még nálam válthat ki változást. Szóval Earbuds lényeg, berakod a füledbe és hallgatod a zenét. Egyéb nyalánkságok. Aztán az árakról mit kell tudni? Plusz az S10 az várhatóan ilyen 300 000 forint környékén, plusz-minusz adókat leszámítva, nem tudom. Ja, alapul Magyarországon az S10 Plus az ilyen iPhone XS Max árazással jön, illetve bemutatták a Samsung Galaxy Foldot. Az első, és nem az első, mert már volt ilyen, csak most ez így márkásabb gyártótól van. Hajlékony kijelzős, tehát az elején van egy pici kijelző, de egy kicsi telefon, de ki tudod hajtani 7,1 hüvelykesre, hogyha jól tudom. Ami valami brutális, szép AMOLED panelt belepakoltak, az új lenyomatolvasó viszont sajnos csak az oldalára került. Cserébe 6 kamera van rajta, elől egy, hátul egy, meg belül egy úgymond. Brutális, én ennyit tudok mondani. Aztán Samsung 5G, az első 5G-s telefonja a Samsungnak. És tehát az 5G, mire lesz jó az 5G? Későbbiekben, majd az 5G fogja az elektromos autókat, meg mindenféle kocsit az önvezetést támogatni. Szóval, az 5G-nek az áráról, gyerekek, sír, egyik szemem sír, a másik nevet, 600 és 800 ezer forint között fog alakulni, még nem tudjuk, mert csak nagy nyáron jön, vagyis tavasszal, kora nyáron. Lényeg,
Konklúzió. A Samsung nagyon jó telefonokat rakott össze, ami amúgy valaki megdobna egy tesztel, én elvinném magammal, szóval... Na, szeretem az Apple, de ez most kajak jobb. Szóval várom, hogy a következő VVDC mit fog bemutatni az Apple, mert most azért kicsit így fel kéne így magukat tuningolniuk. Szóval srácok, a mai videóra ennyi lettem volna, de még mielőtt véget érne ez a videó, mutatok nektek valamit! Tegnap, nagy unalmamba, csináltam egy ilyen YouTube-os régi gépből kiszedett CPU hűtő, itt egy másik hűtő, egy ilyen mini hűtőt, mágnest raktam rá, ilyen egyéb nyalánkságok, jó kis Coca-Cola-s, meg egy Audi-logót is találtam itthon. Szóval, ha akarjátok ebből legyen videó, bal oldalon ott lesz az i betű. Ott fönt is van egy kis ventilátor, meg ott alul van a nagyobb hűtő. És amúgy egész jól funkcionál, és ami a lényeg, hogy nem elemes, mert kerestem hozzá egy adaptert, gyorsan szétvágtam, és nem elemes, hála jó Istennek. Szóval ennek nagyon örülünk, van már mini hűtőnk is. Szóval, köszönöm szépen, itt voltatok, következő videóban találkozunk, srácok. Addig is vigyázzatok magatokra. Én Áron voltam, szevasztok!